Mint egy 1000 sportember futotta, tekerte és gyalogolta, utóbbit egyénileg vagy kutyájával végig a 14. alkalommal megtartott Tour de Mezőköves távjait. Az idei sporteseményen újdonságként kutyás gyaloglókör is indult, a gazdik kedvencükkel együtt sétálhattak ki a zsúri területére. Az érmekért folytatott versenyszámokon kívül idén is készültek a szervezők különböző sportolási lehetőségekkel, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, így mindenki, aki kilátogatott a kavicsostói szabadidőparkba szeptember 15-én, megtalálhatta a számára megfelelő mozgásformát. Miután a futóverseny egyéni indulói 7 kilométeren 125, 21 kilométeren 48 futó megkapták sorszámaikat és bemelegítették izmaikat, Csiger Lajos, önkormányzati képviselő, a verseny társvédnöke nyitó beszédében köszönetet mondott a szervezőknek, az indulóknak pedig eredményes futást kívánt. Elmondta már azzal, hogy részt vesznek a maratonon, egy nagy lépést tesznek az egészséges életmód felé. A harmadik mezőkövest félmaraton mindkét távját, erejét jól beosztva, lefutotta Bogár János, az ország egyik legeredményesebb ultramaratoni futója is, aki a 7 kilométeres szakaszon másodiként, a 21 kilométeres távon pedig elsőként Matók Gyulával egyszerre lépte át a célvonalat. A futó először indult ezen a versenyen. Nagyon családias hangulat, úgy érzem, nagyon jó volt a pálya, és gratulálok szervezőknek, nagyon, nagyon szép verseny volt. Félmaratonon Matok Gyulával elsőként érkeztünk be, nem akartunk nagyon csatázni, megbeszéltük, hogy 1.29-es idővel így sikerült beérkeznünk kéz a kézbe. Szóval 20 évesen kezdtem, már immáron 35 éve, 1200 versenyen volt idáig, már 20 évesen maratoni távolt, az volt a célom minden jobb időt megjavítani, de akkor már az ultrák is érdekeltek. És vannak 3000 méteres versenyek, és úgyhogy szeretem a rövid távokat is, szeretem a 24 órát, és úgyhogy mindenevő vagyok, teljesen mindegy milyen táv. Bogár János legjelentősebb eredményei közé tartozik az 1991-es spartatlon győzelme, az 1994-es Európa-bajnoki győzelme 24 órás futásban, továbbá a Bécs, Pozsony, Budapest szupermaratont 6-szor nyerte meg, Madridban a 100 kilométeres távon pedig 7-szer lett aranyérmes. A mezőkövesdi Gyenes Donát, a 7 kilométeres táv aranyérmese már harmadik alkalommal indult a versenyen, győzelme mellett egyben tombola nyertes is lett, ő vihette haza az 50.000 forintos sportszer vásárlási utalványt. Donát egyéni csúcsot futott, 23 perc, 56 másodperces eredménnyel ért be a célba. Az első fele az egy kicsit nehezebb volt, 4 kilométerig elég erős szembeszél volt, de a táv másik végére sikerült megújulnom, úgyhogy örülök az egyéni csúcsomnak, és örülök, hogy újra itt futhattam. Utcai versenyeken 5-7-8 kilométerig, maximum 10 kilométerig, tehát nagyobb távokat egyelőre nem futottam, illetve nem tervezek, de aztán, ahogy haladok, illetve sikerül egyre jobb időket futnom, valószínűleg egy fél maraton lesz majd a távon. A szakasz harmadik helyezettje Matók Gyula lett, aki szintén teljesítette mindkét távot, 21 kilométeren pedig Nagy Róbert ért harmadikként célba. A futóverseny legfiatalabb indulója 7 éves mezőkövesdi Bruncel Ágota, aki a 7 kilométeres távot futotta le, valamint a plankversenyen is részt vett. A félmaraton női indulói közül 7 kilométeren Dósa Ildikó győzedelmeskedett, Varga Ildikót és Kaló Anna Máriát megelőzve, 21 kilométeren Nyitrai Katalinért elsőként célba, az ezüstéren Varga Éva, a bronzéren pedig Orosz Edina nyakába került. Izgalommal állt rajthoz az Ódor-Kerékvár kritérium verseny 17 indulója, akik 8 kört tettek meg a kavicsostó körül. Az aranyérmet Szőke Gábor szerezte meg, aki először biciklizett a Tour de Mezőkövesden. 1999 lettem felnőtt korú versenyző, én abban az évben kezdtem, hát 2 év alatt bekerültem annak idején a magyar válogatottba, az Under 23-asba is utána, hát utána anyagi nehézségek miatt aztán abba hagytam, és utána már csak így amatőrben versenyzek, olyan 25 éves korom óta. Szakszunk KSC-nek a versenyzője vagyok, igazából Mátra körön szoktunk indulni, meg az országos amatőr kupákon. Megmondom őszintén, én nagyobb mezőnyt vártam volna, de így a rövid távolság az ellensúlyozta, hogy lehetett viszonylag nagy tempót menni így is, hogy kevesen voltunk. A megméretésen másodiként Csajbók Tamás ért célba, a bronzérmet Berec Gábor szerezte meg. A legnagyobb tömeget vonzó kerékpáros kör indulása előtt megtartották a Tour de Mezőkövest hivatalos megnyitóját, melyen Tálai András miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője gratulált a szervezőknek, valamint elmondta, a mindennapos testmozgás az életünk részévé kell, hogy váljon, fontos, hogy legyen akaraterünk életmódot váltani,
és ez a rendezvény ezt jelképezi. 464 fő pattant nyerek be a beszéd után, voltak, akik bringóval tekerték végig a távot, valamint az apróságok is tettek egy kis kört bicikliükkel. A 4 és 8 kilométeres gyalogló köröket a résztvevők megtehették egyénileg, valamint idén először kutyájukkal közösen is. A 221 indulóból 18-an sétáltak ki a Zsóri területére kedvencükkel. A plank verseny idén is népszerű volt, körülbelül 50 fő részvételével zajlott két alkalommal is a megméretés. A mezőkövesdi Sipeki László 10 percig bírta a hittartást, mert tavaly is győzedelmeskedett, idén sikerült javítani az eredményén. Legelső versenyszám a futás volt, bicikli kritérium versenyen is elindultam, meg a tömegsport jellegű bicikli versenyen is, és most sétálunk is. Utána plankoltunk, tavaly előtt hallottam először, utána akkor nem nagyon ment, de utána tavaly ment, meg hát most is megy. Már rájöttem, hogy kell csinálni. Fejbe dől el, nem erő. Nem biztos, hogy csak erő kell hozzá, hanem fejbe dől el. Hogy ne legyétek sértést, csak eszembe jutott egy végig akarjuk csinálni. A programot a budapesti Gizmo Sport extrém bringásainak bemutatója színesítette két alkalommal is a nap folyamán, akik látványos trükköket és kombinációkat mutattak be, valamint a bátrabb jelentkezők feje fölött is átugrattak. Pótáné Lázár Mária, a sportesemény főszervezője, pozitívan értékelte az idei túrnemezőkövesdet. Nagyjából a résztvevők létszám azonos volt az előző évekkel, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen ideális létszám. Körülbelül 20%-uk volt mezőkövesdi, és Budapest, Szolnok, Ózd, Fancsal, és hát ugye volt egész nagy név is a névsorban. Úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy lassan tényleg nem csak a mezőkövesdi és környékieknek fog szólni, hanem lassan országos verseny lesz. Törekszünk arra, hogy lehetőleg a mezőkövesdi lakosságot, tehát a mezőkövesdi embereket vonjuk be. A rendezvény egyben az életmódváltó hetek kezdő napja is volt. A programsorozatot Csiger Lajos nyitotta meg. Elmondta, ezek a programok felhívják a figyelmet az egészséges életmódra és a mozgás fontosságára. A rendezvényt idén is tombola húzás zárta, a résztvevők között értékes nyereményeket sorsoltak ki, a fődíjat egy 150 000 forintos kerékpárvásárlási utalványt Pólik Róbert nyerte meg.